Szevasztok! én Ádám vagyok és ez az AD Villámhíradó az elmúlt napok Forma 1-es híreivel röviden. Kezdjük is egyből az utolsó futam izgalmasabb történéseivel. Oké, okay, oké, okay, Verstappen behúzta a leteket Mercik ellen, de ez túl sok mindent nem vetít előre a Red Bullnak 2021-re. Az Azért szép volt. Az viszont abszolút megsüvegelendő, hogy a McLaren behúzta a konstruktőri bajnokság harmadik helyét, és jövőre már ne feledjük el, Merci motorral fognak menni. Ha télen sikerül értelmes módon beszuszakolni azt a motort valahogy abba a kaszniba, azért jövőre nagy versenyekre számíthatunk itt a második, harmadik, negyedik hely környékén, hiszen ott lesz a Red Bull, ott lesz az Aston Martin, és ott lesz már a Merci motoros McLaren is, meg talán a Ferrari, hiszen Binotto nagyon erősködik, hogy a próbapadon nagyon-nagyon jót megy a 2021-es motorjuk, de azért erre ne vegyünk szerintem mérget. Apropó Ferrari, az megvan, hogy jövőre két Károly fog versenyezni a Ferrari-ban, hiszen mind a Charles, vagy Charles, mind a Carlos a saját nyelvén azt jelenti, hogy Károly, szóval azért a nap végén két Károly fogja vezetni a piros paripás autót. Carlos egyébként túl van az első közös fotókon, túl van az első üléspróbán, és csináltak egy nagyon szép családias közös képet Mattia Binottoval és Charles Leclerrel is, amin igazából az derült csak ki, hogy az idei Ferrari motor még karácsonyfának se néz ki túl jól. Nem baj, így marad a motornak a levélnehezék státusz, vagy találnak majd valami ilyen üzemanyag átfolyásos trükköt esetleg? carlos egyébként nagyon szépen búcsúztak a vokingiak, kapott egy motorfedőt, egy lemezt, ahogy a képen is látjátok, egy olyan autóról, aminek a másik felét egyébként rommá törte, de hát nem baj, no menes, no ugye Carlos. Illetve készítettek egy videót a Ferrari-nak, amiben elmondják, hogy egy ajándék, amit küldenek nekik, az két évig nagyon vigyázták, nagyon óvták, nagyon nevelgették, és arra kérik a maranellóiakat is, hogy ők is hasonlóképpen vigyázzanak rá. nostri Scuderia Ferrari Viszont a videónak van egy rettentő mókás pillanata, amikor is kiderül, hogy Zeg Brown és az olasz kiejtés köszönő viszonyban nincsenek egymással. A River el prossimo, sile piste. Fettel is egy szép szívhez szóló üzenettel búcsúzott korábbi csapattársától, ugyanis Löklernek adta az egyik sisakját, amire egy nagyon szép üzenetben azt fejtette ki, hogy mennyire tehetségesnek tartja a monakóit, és azt kívánja neki, hogy ne vesztegesse el ezt a vele tehetségét, itt egyébként lehet, hogy arra gondolt, hogy a Ferrari az ő életéből 6 évet vett el. A ház ekközben egy-egy kormányt ajándékozott Grozannak és szennek. Itt lehet, hogy jövőbeni pályájukra akartak utalni, és arra gondolnak, hogy ez a két korábbi versenyző valami kormány közeli politikai pozícióba kerülhet. Ezen a héten sem maradtunk egyébként bejelentések nélkül, ugyanis a Red Bull bejelentette, hogy jövőre Perez lesz a versenyzőjük. Ezt már nagyon rég plegykálták. Albon közben egyébként azt mondta, hogy ő a bejelentés előtt egy órával tudta meg ezt a hírt, azért ne együk ennyire forrónak hát nem hiszem, hogy itt történt. Főleg, hogy Albon lesz a Red Bullnak a teszt és tartalék pilótája, amit valószínűleg neki azért egyszer alá kellett írni szerződés formájában, a másik bikás alakulat, az Alpha Tauri pedig meglepő módon Cunodával erősít jövőre. A Merci is összerántott egy sajtótájékoztatót péntekre, ahol arra lehetett számítani, hogy Hamilton jövő évi szereplését fogják bejelenteni, no ez nem történt meg. Azt viszont bejelentették, hogy az Ineos 33%-ban tulajdonolja majd jövőre a csapatot, és azt is bejelentették, hogy Toto nem turnézik Dorotival Óz világában, hanem három éven keresztül még a Merci csapat főnöke marad. A Red Bull közben elhintette azt, hogy hülkenberg el nem is számoltak soha, mint jövő évi pilóta. Ezzel párhuzamosan Hülkenberg bejelentette, hogy milyen tervei vannak ezzel az Instagram fotóval. Az FIA közben hivatalossá tette, hogy az a 23 futam és az a menetrend lesz a jövőévi program, amiről már előzetes tervek kiszivárogtak. Ez a 23-as szám valószínűleg egyébként a csapatok logisztikusain kívül Jim Carreyt is kétségbejtette. I was born 11 -12 p.m. 11 plus 12. Ahogy a pilótáknál, ugye a verseny is van még egy nagyon csinos lyuk, úgy tűnik, hogy Vietnám kimarad, de még nem tudni, hogy mi lesz helyette, ami viszont teljesen biztos, hogy március 19-től december 5 ig fog tartani a 2021-es szezon, hogyha egy világjárvány keresztül nem húzza, és július utolsó hétvégén látogat Magyarországra a száguldó cirkusz. Nem maradtunk egyébként a napokban magyar érintettségű hírek nélkül sem, ugyanis Bereznai Dani az e-sport szériában az utolsó futamon nagyon-nagyon szép versenyzéssel felállt a dobogóra, ezzel együtt az idei szezonban öt dobogós helyet szerzett meg, amivel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a csapata a második lehessen a konstruktúri bajnokságban, és csapattársa járnó ópmér megnyerhesse a bajnokságot. Ne feledkezzünk meg László Attiláról sem, aki az FAE éves gáláján megkapta a legkiválóbb alkalmazott díjat, amit abszolút meg is érdemel, hiszen két évvel ezelőtti nagyon súlyos balesetet szenvedett a DTM Magyarországi Nagy -díján, viszont nem adta fel, és továbbra is kiváló segítséget nyújt a hungaroringi versenyek szervezésében. Köszönöm, hogy ma is velem voltatok, ha tetszett a videó, nyomjatok hatalmas lájkot, like ha nem tetszett, akkor nyomjatok diszlájkot, de mindenképp írjátok meg, hogy min változtatnátok. Iratkozzatok fel a csatornára, Twitchen csatlakozzatok az Aldi csapathoz, ahol hétfőnként és csütörtökönként mindenféle forma egyes témákról dumágatunk meg, versenyzős játékokkal játszogatok, és fenn vagyok Instagramon is. Ó, oh, és a végére még egy izgalmas statisztika, azt remélem mindannyian tudjátok, hogy Schumachernek, Hamiltonnak és hazánk fiának Baumgartner Zsoltinak összesen együtt 14 világbajnoki címe, 186 győzelme és 320 dobogója van a Forma 1-ben. Na ugye, hogy nem tudtátok, és a következő részben mindenféle hasonló, izgalmas és értelmetlen statisztikákkal találkozhatok a 2020-as szezon tekintetében. Tartsatok akkor is velem, na szeva szevasztok!